Teljes terjedelmében égette egy ház Jászladányban a Fekete Pál utcában. Érkezett televíziónkhoz a Jász Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság értesítése. A Jászberényi hivatásos és a Jász kísérő önkormányzati tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. A házban élő két ember a tűzoltók megérkezése előtt áramtalanította az épületet, egy gázpalackot ki is hoztak onnan. A tűzoltó kiérkezése előtt a bent lakó két ember kijött áramtalanította az épületet, valamint egy gázpalackot is kivitt az épületből. Az esethez a jászberényi hivatásos és a jáz kísérő önkormányzati tűzoltók vonultak, akik három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az épület lakhatatlanná vált, a benne lakókat az önkormányzat szállásolta el. Német Ádámtól a Vármegyei Katasztrófavédelmi Szóvivőtől megtudtuk, az ingatlan lakhatatlanná vált, a benne élők elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.